Krisztusban szeretett testvérek, kedves zarándokok, mi is útra keltünk, s a hegyek közé jöttünk. Hát mondom én, Kalocsáról jöve az Alföldről, nekem még ezek a magaslatok is hegynek tűnnek onnét nézve, mint ahogy Mária is a hegyek közé ment. Lehetne is ezt az ünnepet úgy hívni, hogy a úti boldogasszony ünnepe, bár ez már le van foglalva más alkalmakra, hogy mégis mondjuk, hogy Sarlós boldogasszony az a középkorunkba megy vissza, amikor a mezőgazdasági munkáknak a legnagyobb része az aratás ilyenkor tartott, és még az is a régiségét mutatja, hogy nem azt mondja, hogy a kaszás boldogasszony, hanem a sarlós boldogasszony, hogy már a kasza is egy előrelépést jelentett a mezőgazdasági munkákban a sarlókhoz képest. Akkor tájt lett ez ismertét Magyarországon, a ferencesek buzgóságából, Szent Bonaventura vezette be ezt az ünnepet. Egyébként a kalocsai könyvtárban, egy óriási 160 ezeres, hanem nagyobb könyvtár már, van egy ősi kódex 1508-ból, mely a misekönyvnek épp azt a részét is tartalmazza, ahol a Sarlós boldogasszonynak az ünnepe, méghozzá a nyolcada is benne van, mert olyan nagynak tartották akkoriban, hát gyakorlatilag ma már csak a karácsonynak meg a húsvétnak van nyolcada, de akkor a Szűz Mária látogatásának is volt nyolcada, és az a mise is benne van ebbe a könyvbe. És hát hallott már mindenki arról, hogy az evangéliumnak van inkulturációja, egy néphöz való ragaszkodása és kapcsolódása. Hát a Sarlós boldogasszony ez teljesen ez az ünnep, mert a zsinat átrendezett több ünnepet logikusabbá tett, hiszen utána vagyunk Keresztelő János születésének, itt pedig épp arról van szó, hogy még eztán fog megszületni Keresztelő Szent János, de akkoriban az időket nem egészen ilyen biblikusan mérték, és hát áttette a II. Vatikáni zsinat a világegyházban május 31-re ezt az ünnepet, de a püspöki karunk kérte, hogy annyira bevett fogalommá vált, hogy ezt meg kell hagyni, csak mi magyarok ünnepeljük, akár csak a jégtörő Mátyást, mert azt is áttették nyárra, de hát az megint fura lenne, hogy akkor ünnepelnénk február 24-e helyett. Azonban a gondolata ennek az ünnepnek talán a legalaposabban van benne a Szentírásban, mert egészen részletes tudósítást kapunk Szent Lukács tollából erről az eseményről, sőt már az előzőekre is, amikor az angyali üdvözletben Szűz Mária megtudja az angyaltól, hogy csodás módon lesz férfi közreműködése nélkül a gyermek Jézusnak, a messiásnak az anyja, és hogy hihetővé váljék számára ez a csoda, azt mondja, lásd a te rokonod Erzsébet, aki egy idős asszony volt, az is gyermeket vár. Hát ugye az is már önmagában egy csoda, hogy idős asszonynak gyermeke születik. Ha ezt meg tudja tenni az Isten, akkor ezt is meg tudja tenni, mert Istennek semmi sem lehetetlen, mondja az angyal, és Szűz Mária ezt elfogadja, és hát ezután történik mindaz, amit hallhattunk az evangéliumból, hogy Szűz Mária az öröm üzenetével útra kell, ma már nagyjából sejtjük is, hogy hol lehetett ez a város, Jeruzsálem alatt, Aim Karimnak hívják, ott őrzi a keresztény emlékezet Keresztelő Szent János szülőhelyét. És ez nagyon logikus is, hiszen közel van Jeruzsálemhez,
ahol keresztelő Szent János aztán nevelődött, bár úgy van a Szentírásban, hogy a pusztába küldték, és hát már azon is elcsodálkozik az ember, hogy hát alig várnak egy gyereket, aztán kicsapják a pusztába. Hát valószínűleg ott annál a kumráni esszéni szektánál is növekedett keresztelő Szent János. De hát visszatérve még az előtte lévő eseményekre, Szűz Mária Názáretből útra kelt és elmegy Jeruzsálemtől délre lévő városba, a hitörömével útra kelt, sietve, az öröm viszi őt, és ebben az útrakeltségben nem csak egy turizmus volt, mint ma, hogy sokan turista módon mennek, amikor van idejük, újabban megint felfedezték az emberek a zarándoklatokat, hihetetlen, szinte elképzelhetetlen. Kezdő káplán koromban még hagyományos vallásos helyeken is voltam, és ott még lovaskocsival mentek Mária Besnyőre, meg közeli búcsúja, közeli 50-60 kilométerre lévő kegyhelyekre is. Akkor éppen beszéltük is a plébánosommal, hogy mi vagyunk az utolsók, akik még ilyet látunk, hogy az emberek fogják magukat és elmennek a kegyhelyre. Ez mind meg fog szűnni, mondtuk akkoron, hogy zászlókkal harangozva mentek faluról falura. Jó lehet, változott az zarándoklat, de annyira van, hogy én nem is egy embert ismerek, értelmiségi embereket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bigott, vallásos embereket, talán elmondhatom, a Kalocsai Kórház igazgatója egy kiváló sebész elmegy gyalog Komposztellába. De több ilyen embert ismerek, aki elindul és zarándokol. De miért mennek az emberek zarándoklatra? Ami egyébként az embereknek egy ősi vallási tevékenysége, azért mennek, mert a zarándoklat kicsiben adja az emberi életet. És ott van ideje neki átgondolni, mert mi a mi életünk egy zarándoklat? Nincs megállás. Pantarej, mondta a görög filozófus, minden változik. Ha valaki csak a szobájában tölti az életét, akkor is változik körülött a világ. Tehát nincs az, hogy megállapodunk. Nincs nyugalmi idő a mi életünkben. Amikor ugye Faustnak ez volt a kérése annak idején Mephistóhoz, ha lesz egy olyan pillanat, amikor azt tudom mondani, hogy álljon meg az idő, akkor most már meghalok szívesen. De nincs ilyen. Mert mindig változik. Van valami más az ember életében. És mi nem céltalanul zarándoklunk, hanem hittel. Van egy utunk, amelynek van végső célja. És ezt hozza össze az a eddig-addig, vagy egy fél napra szóló zarándoklat is. Hát elment a szűzanya is Erzsébethez sietve, és egy lelki utat is megtett. És mi is egy lelki utat teszünk meg, amikor ide eljövünk. Az a szentírási rész azért kiválóképpen alkalmas számunkra a tovább gondolásra, mert mindazt a címet, mindazt a dogmatikai, mondjam így, hitelvi megállapítást már abból a köszöntésből is ki tudjuk olvasni, amit Erzsébet mondott Szűz Máriának. Mert mi nem úgy tiszteljük a Szűz Máriát, hogy annak nincs szentírási alapja, hanem igenis van szentírási alapja, és nem is akármilyen kinyilatkoztatott igazság. Mikor azt mondja, hogy áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Hát ez önmagában megalapozza a Szűz Mária tiszteletünket. Mert ha valakit tisztelünk, szeretünk, akkor annak az édesanyját is illik tisztelnünk és szeretnünk. Márpedig Jézus anyja Szűz Mária. Ez már önmagában megadja a katolikus hitnek azt a bensőségességét, hogy van anyánk az égben, és az Anya Szent Egyházat is így értjük meg jobban. Tehát ott, ahol
Hiányzik a Szűz Mária tisztelet, ott valami belső dolog hiányzik az emberek életéből. Én foglalkoztam elég sokat fiatal emberekkel, miután papnövelő is voltam, nem is egy helyen, két szemináriumban, és akkor hála Istennek még nagyon sokan voltak papnövendékek. Most 5 fiatal püspök van azok közül, akiknek ilyen-olyan vagy fegyelmi, vagy lelki-spirituálisa voltam. És akkor megfigyeltem, akinek az apjával volt baja, annak mindig a fegyelemmel volt baja. Tudik, az apa egy fegyelmet képvisel az egyházba, akinek az anyjával, vagy elhagyta az anyja. Az lehetett nagyon okos gyerek, de valami belsőleg, valami hiányzott belőle, tehát valami harmónia. Az érzelemnek olyan fajtája, ami képessé tesz arra bennünket, hogy odafigyeljünk mások elesettségére, vagy észrevegyünk dolgokat. Mert az anya ezt a szerepet is betölti a mi életünkbe, és a szűzanyának az a figyelmessége később is, hát gondoljunk a kánai menyegzőre, észrevette, hogy nincs boruk. Na most ez a tiszteletünk az ide megy vissza, hogy ő Jézus anyja. És amit utána mond Erzsébet, az profétálta, nem is tudta talán, hogy mit mond ki. De a proféciában éppen ez van. Sugal valamit az Isten, kimondunk valamit, és annak utólag van értelme. Hányszor megtörténik ez az ember életében is, hogy kimond valamit, ösztönösen is, és később látja beigazolódva. Ez így volt. És azt mondja, hogy lehet az, hogy az én uramnak az anyja jön hozzám? Hát ez mi már csak innét látva érezzük, tehát itt nem egy ilyen királynői valakiről van szó, hogy ő az úr, a király, aztán itt van a királynőnek, itt a királynő, az úrnak az anyja, hanem itt benne van az Isten anyaság gondolata, ami később akkora küzdelmet jelentett az anyaszentegyház életébe, mert voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy Szűz Mária csak egy embernek az anyja. És akkor utána, hát akkor lett Istenné, amikor megkeresztelték őt is, rászállt a Szentlélek, akkor elmondhatta magáról, hogy én az Isten fia is vagyok. És az anyaszentegyház ősidőktől fogva mondta, hogy Jézusban van egy személyi egység, fogantatásától kezdve. Tehát ez egy nagy titok, nagy misztérium, hogy ő úgy ember, hogy ugyanakkor Isten is. És miután az a személyi egység megvan Jézusban, ezért merjük azt mondani, hogy Szűz Mária az Isten anyja. Tehát nem azt mondjuk, hogy még Isten se volt, de már Szűz Mária létezett, hanem Jézus személyi egysége miatt. És ez is egy kitüntető cím számára. És ezt a protestáns testvérek is elfogadják, hiszen benne van a krédóba. Szűz Mária a Theotokos, görög néven szólva, az Isten anyja. És az azt mondja neki Erzsébet, boldog vagy, mert hittél. A hitnek van boldogító hatása. Nem is tudjuk mi elképzelni azt, mi hívő emberek, hogy hit nélkül milyen céltalan lenne az életünk. Csak úgy gondolja sok mai szekularizált, ateista, materialista ember, hogy neki könnyebb, mert a hitnek semmiféle korlátja, törvénye, szabálya őt nem akadályozza. Azt hisz, amit akar. De ugyanakkor céltalanná válik. Tehát látjuk azt, hát miért van annyi hiába valóság, céltalanság ebben a világban. Most már erről gondolkodó emberek nagyon-nagyon sokat írnak, hogy valahol utat tévesztett az úgynevezett civilizált világ, mert elveszítette a hitét. És a hitnek van boldogító hatása. És ezt meg kell köszönnünk, és imádkozni kell a hit kegyelméért.
örülnünk kell, hogy mi hívő emberek vagyunk, hogy az életünket nem úgy éljük le, hogy holnap, majd lesz valami, aztán vége van. Mert van célja. Mint hogy Mária abban a hídben megélte azt, hogy Jézusnak, a Messiásnak, ő az édesanyja, aki a világ világosságává lesz. És erre a köszöntésre egy csodálatos imádsággal válaszolt Szűz Mária. Olyan imádsággal, amit azóta az Anya Szentegyház minden nap imádkozik. Ez a Magnifikát. Magasztalja lelkem az Urat. Hallhattuk az evangéliumból. Ez egy olyan imádság, ami végül is benne van szétszórtan az Ószövetségi Szentírásban is. Tehát nem úgy van benne, vagy úgy mondta Szűz Mária, hogy valamiképpen ne lett volna már benne az Ószövetségi kinyilatkoztatásban is. Ebből látszik, hogy ő ismerte az Ószövetséget. Hát felolvasták mindig szombatonként a zsinagógában, még ha nem is olvasta így az Ószövetségét, mint ahogy a rabbik olvasták, de ott felolvasták rendszeresen. És az akkori embernek sokkal nagyobb volt a memóriája, mint a mostaninak. Meg tudtak jegyezni egész hosszú szentírási részleteket. És mind kiolvasható, mindegyik gondolat már az Ószövetségi Szentírásból. Lehetne azt mondani, hogy egy üdvtörténeti visszatekintés is benne van. A nemzedékről nemzedékre, hogy velünk volt Izraellel, az ő népével az Isten. Mert már akkor is a zsidóknak hát legalább 1800 éves története volt. Ábrahámnak az élete legalább Krisztus előtti 1800-ra datálható. És azóta eltelt időben sok minden történt a zsidó néppel, de úgy látszott, hogy meg is szűnik. És mindig megmaradt. Egyiptom, Babilon, Asszíria, nagyobb birodalmak mind megszűntek. És a kis nép, a választott nép megmaradt. Ezt élte meg a szűzanya is, és ezt énekelte meg. És valahol itt van a mai időköz szóló vigasztalása is. Mert mi a történelemnek egy olyan idejében élünk, amire mondjuk meg őszintén, hogy nem számítottunk. Nem gondoltuk arra, hogy még lesz egy gyilkos háború a mi életünkben. Mert hogy jött a Covid vírus, hát arra se számítottunk, de arra legalábbis úgy gondolunk, hogy hát ez talán független volt tőlünk, bár az se biztos. De hogy a háború kitörjön, és aztán itt a úgynevezett békés Európa, amelyik mindené a zöld fűszálaktól kezdve mindené aggódott, most nem törődik vele, hanem nyomja a fegyvert milliárd számra, gyilkolják egymást, hát erre nem gondoltunk. És itt nem lehet igazságot tenni, ezt el lehet mondani bátran. Mert olyan kusza összetevői vannak ennek a világnak, hogy annak majd csak évtizedek múltán lesznek majd tudásában az emberek. Csak azt látjuk, hogy itt a hatalmasok játszanak a világ fölött. Mert azt hiszem, minden politizálás nélkül el lehet mondani, ez nem Ukrajna meg Oroszország háborúja. Ez a nagyhatalmak háborúja. Amiben benne van kelet és nyugat egyaránt, és azt hisszük mi emberek, hogy mi tehetetlenek vagyunk. Ember erőnkkel bizonyosan, de az Isten erejével nem. Meg tudunk maradni. Hogy megmaradtak, ezt énekelte meg a szűzanya. És nagy hatalmakat az Isten lelögdösött a trónjukról. Mindegy vízcsepp a vödörről úgy pörgött le, sok nagy hatalom, mondta már Izaiás próféta is.
sok évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, ilyen amerikai, nem is nagykövet volt, csak ilyen kiküldött valaki, ott járt nálunk Kalocsán, és akkor azt találtam mondani annak az úrnak, hogy uram, ahol maga ül, ezen a helyen, mivel 1000 éves az érsekség, itt 4 birodalom szűnt meg. Tatár, török, habzúr, orosz. Mi megmaradtunk. Gondolom vette a lapot, hogy mit értek rajta. Nagy birodalmak széthullottak, mondja a szűzanya, és a hívő nép megmaradt. Hát ez a vigasztalásunk. Ez az, amit nekünk üzen ez a magnifikát szép éneke, amit naponta imádkozik esti imádságként egyházunk. És hát mi is zarándok úton vagyunk, nem csak ide a Csobánkai kegyhelyre, hanem életünk minden napja egyfajta zarándoklás. Hát gondoljunk erre egy ilyen megálló, egy ilyen szentmise éppen erre való, hogy erőt kapjunk és nyerjünk ezen a zarándok úton. Mert hogy mi van mögöttünk, azt már tudjuk éveink számából, de hogy mi van előttünk, azt még nem. De kell a hit, kell az Isten kegyelme, hogy a zarándok útunk végül is célba érjen. Hát ezt kérjük a mai napon, boldogságos szűzanya közbenjárására, adja meg nekünk az Isten, hogy ez az ünnep is tovább segítsen bennünket, és minden nap legyen erőnk ahhoz, hogy higgyünk az isteni gondviselésben, és kérjük az ő segítségét, hogy a napi problémákkal megküzdve, tovább lendülve tudjuk magasztalni az Istent. Amen.